Észak-Baranyai város a mecsek ölelésében Pécstől 20 kilométerre. Első ismert írásos említése 1256-ból való Villa Komplov néven. Ekkoriban a pécsváradi bencés apátság birtoka volt. A török hódoltság idején teljesen elpusztult, csupán 14. századi templomának romjai láthatók még ma is. A kis falu a 19. század végén rohamos fejlődésnek indult, amint egy másfél századon át itt bányászott fekete kőszénnek köszönhetően. 1951-ben városi rangot kapott. Római katolikus temploma 1937-ben épült, Irsi László tervei alapján neoromán stílusban. A hajót ékesítő, magyar szenteket ábrázoló szkrafittók Szörényi Resül Károly művei. A bányászok által épített templomot Virág Ferenc pécsi püspök szentelte fel, Szent Borbála vértanú szűz tiszteletére, aki a harmadik században élt Nikomédiában. A legenda szerint pogány apja toronyba zárta, majd saját maga ölte meg keresztény hite mellett bátran kitartó lányát. Borbála személye nagy tiszteletnek örvend, ő a bányászok, a tüzérek, az ágyú és harangöntők védőszentje, de villámcsapás ellen is hozzáfohászkodnak. December 4-én, a Szent Emléknapján cseresznyefa ágat viszünk a lakásba, amely karácsonyra kivirágzik. A Borbála ág arra emlékeztet, hogy a mi szíveinket is virágba borítja a szeretet, ha Krisztus él benne. A komlói római katolikus templom különálló 57 méter magas tornyában három harang lakik. A délidőben megszólaló 114 cm átmérőjű Szent István harangot Zeltenhofer Frigyes fiai öntötték Sopronban 1937-ben.